A Szerencsi Bocska István Gimnázium diákjai és pedagógusai április 11-én reggel emlékeztek a költészet napján. Balázs Beáta magyar szakos pedagógus beszédében emlékeztette a diákokat arra, hogy 1964 óta József Attila születésnapján minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon a költészetet. A pedagógus arra hívta fel a tanulók figyelmét, hogy olvassanak irodalmi műveket, verseket, hiszen ezzel fejlődik a szókincsük, személyiségük és probléma megoldó képességük. Ezt követően a gimnázium végzős tanulói versekkel, prózákkal emlékeztek a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjára.